A tavaly megrendezett büntetőjogi párbeszédversenyen volt szerencsém védői kategóriában kipróbálni magam, mely során biztosan állíthatom, hogy az ilyen jellegű versenyek mindenképpen a hallgatók hasznára válhatnak, ugyanis az ellentétes felek által tett tényállításokra spontán módon reflektálhatunk, ugyanakkor kipróbálhatjuk magunkat a kontradiktórius eljárás keretein belül, és meggyőzhetjük retorikai képességeinkkel a bírót, hogy az ítélet meghozatal során az általunk képviselt álláspontunk mellett döntsön. Maga a kari verseny, illetve a későbbiekben a Pécsett megrendezett országos verseny is egy nagyon jó lehetőséget biztosít mind a szakmai előmenetel szempontjából, illetve a későbbiekben a tudás hasznosítása szempontjából, az, hogy tapasztalatot szereztünk, hogy hogyan is néz ki egy jogeset. Maga a verseny lebonyolítása is azt gondolom, hogy az országoshoz képest is magas színvonalú volt, és a munkaerőpiaci versenyképesség növelése szempontjából is lényegesnek tartom azt, hogy a tanulmányok jó eredménnyel való végzése mellett igyekezzünk ilyen különböző rendezvényeken, illetve megmiretetéseken kipróbálni magunkat és a komfortzónánkból kilépni. Fontosnak tartottuk azt a hallgatói önkormányzat szempontjából, hogy támogassuk a hallgatókat és nyilván a tanulmányi életútjukat is. Egyébként nagyon-nagyon jó motiváció tud az lenni a hallgatóknak, hogyha esetleg az okleveleken, nyilván a különböző részvételeken túl, esetleg egy minimális pénznyeremény is részesülhetnek, ezáltal is igyekszünk őket motiválni arra, hogy a tudományos pályájukat folytassák. Ezért is támogatta egyébként az Állami és Jogtudományi Kar hallgatói önkormányzata a párbeszéd versenyt, mind a vád, mind a védbeszéd kategóriában. Egyébként egy nagyon színvonalas szakmai zsűri felügyelte a hallgatókat, úgyhogy bízunk abban, hogy a továbbiakban is hasonlóan színvonalas versenyt tud majd a HÖG támogatni.